A Magyar Művészeti Akadémia építész tagozata ebben az évben hatodjára írja ki szokásos és rendszeres pályázatát a 40 év alatti fiatalok számára. Ezek a pályázatok lényegében szellemi tornára hívják ki az ifjakat, aminek az a háttere, hogy kevés munkával, nagy gondolatokkal kell előállni. Ebben az évben Budakalász adott helyszínt ennek a pályázatnak, egy nemrégen feltárt Árpád-kori templom környezetének, a templom romjának, egyáltalán milyen problémát vet föl ez egy település életében, és erre a felhívásra 27 pályázat érkezett be. Ez a pályázat azért fontos, mert lehetőséget nyújt fiatal építészek számára részben egy szellemi tornára, részben pedig arra, hogy bemutatkozzanak és kiállítási, megjelenési lehetőséget kapjanak. És majdnem, hogy azt mondanám, hogy egy mellékes, de természetes hozománya ez a pályázat annak, hogy a befogadó önkormányzat gondolatokhoz, ötletekhez jut, amiről tervezési programot, vagy egy akaratnak a megerősítését kaphatja. Túri Attila tagozatnak a vezetője jelezte, hogy esetlegesen lehetne egy ilyen pályázat, ami Budakalász magjáról szólhat, és mit szólunk mi ehhez hozzá, akkor nagyon nem tudtunk először mit mondani erre, hogy vajon ez nekünk, mit jelent, jó ez nekünk, és rájöttünk, hogy nagyon jó nekünk, hogyha lesz egy ilyen. Nem csak a budakalásziak ismerik meg ezt a helyszínt, amit mi nagyon fontosnak gondolunk, hanem látnak benne fantáziát fiatal építészek, az a későbbiekben elviszi a városunk hírét. Ők is azt gondolhatják, hogy valamiért fontos, hogyha részt vesznek ezen a pályázaton, és mi nagyon örültünk ennek, hogy ez Budakalászt, hogy is mondjam, képbe hozta az ország szempontjából. Ennek a pályázatnak híre van. Egyre több olyan portfólióval találkozom, ahol ezeket igenis komoly helyen jelzik a fiatalok, hogy részt vettek egyáltalán rajta, de az, hogy díjazásba vagy elismerésbe részesültek, az főleg. Azt gondolom, hogy ez egy meglehetősen inspiratív helyszín volt. Közel is volt Budapesthez, tehát azért legyünk őszinték, könnyű bejárni ezt a helyszínt, de egy inspiratív dolog. Egy olyan dombra kiállni, ami előtt ott van a város, távolban a Duna, ellátni a gödöllői dombokig, megindítja az ember fantáziáját. A 27 pályázat ez egy nagyon magas szám. A pályázat konkrétan azt az eredményt hozta, ahány pályázó a feladatnak annyiféle megközelítésen keresztül adott választ. A zsűrizés lényegében azt vizsgálta, hogy hányféle megközelítés és a megközelítések közül kik adtak a legmagasabb szellemi javaslatot. És e körül forgott a zsűrizés, így azt tudom mondani, hogy 8 gondolati megoldással ajándékozta meg a települést, amelyhez még hozzátette a zsűri azt a pluszt, hogy amennyiben a település vezetősége egy nyílt napot szeretne szervezni, akkor mi készséggel rendelkezésre állunk, és egy párbeszédet tudunk folytatni építészet és lakosság közös gondolkodásáról. Talán termékenyítő jellegű gondolatfelvetések lehetnek, amit, hogyha a közösségnek van elég ereje, hogy kimunkálja magába, valódi beszélgetés folytassanak, akkor ki fog derülni, hogy van elég erő ebbe a közösségbe, vagy nincsen. Budakalásziakat nagyon izgatja ennek a helyszínnek a sorsa. Amikor 2012-ben tudtuk azt, hogy van itt valamilyen épület, de hogy mi ez nem tudtuk, és elkezdtük ennek a feltárását a régészekkel közösen, akkor is nagyon sokan jöttek el helyiek. Hirdettünk 2 olyan napot, amikor lehetett itt úgymond dolgozni. És kubikoltunk, toltuk a földet, kerestük a csontokat, szigorúan felügyelet alatt, és már akkor is éreztük, hogy ennek van egy olyan közösség összekovácsoló ereje, ami, hogyha a későbbiekben történik itt valami, akkor még közelebb hozhatja egymáshoz az embereket. És itt ebben a pályázatban ez abszolút kidomborodott. Az önkormányzat gyakorlatilag 1,5 alatt leburkolta a területet, a romokat konzerválta, helyre rakta, kedvelt, szeretett kiránduló hely lett. Kérdés az számomra, hogy van-e tovább. És ezt csak úgy lehet eldönteni, hogyha Budakalász polgárai konkrét képeket kapnak. Olyan képeket, amik itt vannak a tablón, és amiről beszélgetni tudnak. Amin vitatkozni tudnak. Amin ki tudnak állni valami mellett.
nem szó szerint, de lehet szavazni, hogy tornyot kell leépíteni, nem kell tornyot építeni, rekonstruálni kell, nem ennyire, kevesebb anyagból, több anyagból, csak fénnyel, csak nem, bármit lehet mondani. Itt egy nagyon széles paletta volt. A különböző rekonstrukciók, a különböző jelölésektől kezdve akár a környezetnek egy olyan radikális átalakítása, amely gyakorlatilag egy új Kálvária felvezetést mondott, és azt mondta, hogy ez egy főtérnek egyfajta vertikális folytatása. Bármi lehetséges. Ebbe az értelemben azt gondolom, hogy a szabadságnak itt ilyen értelemben igenis helye van. Most kell eldönteni, hogy hogyan tovább. Ha jó szerencsénk is úgy hozza, akkor valamilyen pályamű felé szeretnénk mi is elmozdulni. Szeretnénk, hogyha itt valami történne. Ami mostani állapot, ez nem egy végleges állapot. Ha a későbbiekben szeretnénk ezzel valamit kezdeni, akkor mindenféleképpen pályázat mentén fogunk mi is gondolkozni. Elhangzott a bíróbizottság tagjai között is, hogy valamit soha nem fogunk tudni megvalósítani, mert annyiba kerül, hogy ez valószínűleg nem lesz rá forrás. De van benne egy-két olyan pályamű, aminek igenis lehet realitása. És szeretnénk, hogyha az elkövetkező 5-10 esztendőben valamikor tudnánk olyat építeni, bemutatni, ami a későbbiekben még jobban a város magjával teheti ezt a településrészt.